Jó napot kívánok! Önök a heti krónikát látják. Kedves nézőink, javában folyik a választási kampány. Az ország a december 11-i parlamenti választásokra készül. De nem csak a választásokról szólnak mindennapjaink. A heti krónika mai kiadásában egy helyi, de talán társadalmunk egészére kivetíthető problémát göngyörítünk fel. Dióhéjban a tét az, hogy december 13-ától lesz-e fűtés, és ha igen, milyen körülmények között Gyergyószentmiklóson, az ország leghidegebb városában. De nézzük csak, miről is van szó. A Gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató, az ESTÁR Regionális Fejlesztési Központ Kft. Immár többször és igen határozottan bejelentette, december 12-én kivonul a városból, azaz nem szolgáltat tovább. A városvezetés igen tanácstalan, de még mindig bízik a megegyezés lehetőségében, avagy a csodákban. Gyergyószentmiklós, megyei jogú város. Errefele már rég beállt a hideg. A település évi átlaghőmérséklete 6 fok alatti, a fagyos éjszakák száma eléri a 160-at. S most a városnak szembe kell néznie azzal, hogy pont 2 hét múlva újra fűtés nélkül maradhat. Újra, hisz nem először történik itt ilyesmi. A távfűtés mindig is akadozott itt, ilyen vagy olyan okokból. A jelenlegi helyzet is egy hosszas és egyelőre kilátástalan folyamat következménye. Szerződések, pereskedések, követelések sorozata. A melegedés pedig ugye nem alapvető emberi jog. Szolgáltatás, amiért fizetni kell. Mégpedig busásan. Nos, erre vezethető vissza minden. Gyergyószentmiklóson minden régi kampányígéret ellenére 2009-ig pakurával fűtötték a tömbházlakásokat és az intézményeket, és ez akkoriban jóval drágább volt, mint ha gázzal fűtöttek volna. A helyi szolgáltató, a Városi Közművek, ismertebb nevén GoRT, évről évre a kormány által nyújtott szubvencióktól függött, és egyre nagyobb adósságokat halmozott fel. Amikor 2009-ben rácsatlakozott a gázvezetékre, helyzete már tarthatatlan volt, és eldöntötte. Lemond az alárendeltségébe tartozó vállalatról, és privatizál. Mezei János akkori polgármester volt az, aki ezt nyílbe ütötte. 2008-ban, amikor polgármester lettem, akkor azt kell tudni, hogy egy nagyon áldatlan helyzetet vettem át a fűtéssel kapcsolatosan. 72 milliárdos adósság volt akkor felhalmozva a cégben, és arra a döntésre jutott a városvezetés annak idején, hogy ezt a szolgáltatást licitre bocsátja és kiszervezi. Ez meg is történt. Kiírták a pályázatot, majd 2010. szeptemberében a városvezetés aláírta a távhőszolgáltatására vonatkozó szerződést. Az akkoriban regionális fejlesztési vállalat, ma már ISTAR nevet viselő céggel, amely a jelenlegi NFI energiahatékonysági nyilvánosan működő magyarországi részvénytársaság leányvállalata. A cég átvállalta a Városi Közművek adósságának törlesztését, valamint a távhőszolgáltatási rendszer korszerűsítését. Legalábbis pillanatnyilag, vagy legalábbis az akkori városvezetés tájékoztatása szerint. A szerződés részletei ugyanis nem nyilvánosak. A befektetés mértéke, ahogy mondom, 9 millió 800 ezer euró. Azon kívül, amit tudni kell, átvállalta a befektető, az ISTAR egy olyan értéket az akkori közszolgáltató vállalattól, a GOSZ-tól, olyan adósságot, amit visszafizetett. És ekközül az adósságok körül indultak először a bonyodalmak 2014 nyarán. Ez az érték, ez kb. 1,5 millió euró. Tételesen 3 millió 800 ezer lej, amit a kereskedelmi banknak adott meg az ISTAR, mind a GOSZ hitele, és egy 2 millió 600 ezer lej is érték, aminek egy része a különböző cégek felé való adósság volt, és a másik része az állam felé való adósság volt. Tehát összvissza, úgy durván mondva, egy 1,5 millió eurót átvállalt ettől a vállalattól. Na, ezt az értéket is teljesen tételesen tartalmazza a 2010-ben megkötött szerződés, tehát aprólékoson. Viszont a szerződésben nem fogalmazódott meg, hogy erre az értékre jogosult ő, tehát jogosult, hogy visszakérje ezt az értéket, vagy egyáltalán ez mondjuk a szerződés ára lenne ahhoz, hogy megkapja ezt a szerződést, akkor ezt ki kell fizesse. És
Bizonyos egyességek alapján ennek a pénznek a visszakérését ő nem kérte 2010-től kezdődően a szerződés megkötésétől, de 2014-ben úgy látta, hogy elérkezett az a pillanat, hogy neki ezt a 1,5 millió eurót a város meg kellene térítse. Nos, itt kezdődtek a bajok. A magyarországi tőkéjű ISZTÁR és az önkormányzat között elkezdődtek a levelezgetések. Az önkormányzat úgy döntött, hogy nem teljesíti a szolgáltató követeléseit. Erre az ISZTÁR azt felelte, hogy ez esetben kénytelen 7,5%-kal megemelnie a fűtés árát. Az országos árhatósághoz fordult, amely ezt jóvá hagyta. A helyi önkormányzat viszont 2015-ben nem. Vagyis még mindig vita tárgyát képezi, ugyanis a tanács 8 tagja megszavazta az áremelést, de ez nem minősített, hanem csak egyszerű többség. De itt álljunk meg egy pillanatra. Gyergyószent Miklós nem csak a leghidegebb város, hanem a legkisebb átlagjövedelmű Hargita megyében található. A városban 2009-ben a hő gigakalóriájáért 194 lejt fizettek a fogyasztók. Ennek ára ma az önkormányzat által biztosított havi közel 50 lejes szubvenció ellenére szinte 320 lej. Én a tavalyi számlák után egy adott pillanatban rájöttem, hogy mi ezt fogjuk keményen fizetni, ezt a fűtést, mert a tavaly is 800 lejre ment fel. Egy négy szobás lakásban lakunk, és 800 lejt havonta fizesét. Úgyhogy most mi közbe be kell gyújtsunk ahhoz, hogy tényleg kimelegedjen a lakás, és jól érezd magadot, és éjjel ne fázzál. Szerencsére, hogy nem mondtunk le a KH-ról, annak idején még a múlt rendszer beépítették fel, és azzal, ha begyújtunk, akkor van csak meleg a lakásba. Úgyhogy szomorúan nézünk a tél elejébe, mert ha 800 lejes számlákat kell, majd fizessünk, és ez az állapot lesz, akkor még hozzáadjuk a fűtési anyagot is, amivel fával ugye be a csempébe gyújtunk be, hát nem tudom. És hogy mennek el, nem mennek el, minden esetre szörnyű az állapot. Ám a szolgáltató, az ISZTÁR ragaszkodott a további áremeléshez. És mivel erre vonatkozó egyértelműen érvényes tanácsi határozat nincs, tavaly egyoldalúan felbontotta az önkormányzattal kötött szerződést. Az ISZTÁR evel az árhatóság által jóváhagyott ár kérelmével gyergyői tanácshoz fordult, és kérve, most már alátámasztva egy dokumentummal, hogy akkor igenis fogadja el ezt az árat. A szerződés, a 2010-ben megkötött szerződés és az érvényes jogszabályok értelmében ebben az esetben az önkormányzat vagy elfogadja az árat, vagy 30 napon belül megtámadja, egyáltalán felveti azokat a problémákat, ami esetleg nem megfelelő az árhatóságnál. Mivel a Gyergyószent Miklós önkormányzat a 30 napon belül semmilyen lépés nem tett annak érdekében, hogy egyáltalán ezt az árat felülbíráltassa, sőt, két igenlő választ küldött az árhatóságnak. Így a véleményem szerint az ISZTÁR-nak a kérése, tehát úgy jogos, törvényesség szempontjából jogos. Hát a véleményem a szolgáltató, ha kivonul, ha nem vonul ki, a fűtése ehhez nem igen fog változni, esetlegesen a gigakalória árak. Én szerintem, amit itt mutatnak. Én 5 éve leszálltam a fűtésről, azért, mert mondtam volt, hogy minél jobban spóroltam, annál nagyobb árak jöttek ki. Egy adott pillanatban nálam, ahol órák mutatták, hogy mennyi volt, csak fűtést kihoztak 11 januárjában 530 lejt, és annak idején tudott dolog volt, hogy annyira jó volt a fűtés, ez így igaz, hogy engedték a szobákból az ablakon keresztül a meleget, mert nem bírták. Azok, akik rendesen nem volt órájuk, azok fizettek pontosan 250-300 lejjel kevesebbet, mint én, aki tényleg nálam, én nem használtam semmit se fűtés, se melegvizet.
Az első három évben a szerződés leszögezte, hogy az árat nem lehet változtatni. Na most az utóbbi háromban úgy néz ki, hogy az első három veszteségeit is próbálják behajtani, mert ez az ár, ahhoz képest, hogy biomasszával fűtünk, ugye ez volt az alapja az egésznek, hogy akkor itt egy viszonylag olcsóbb fűtés tud lenni, mert az olcsóbb, mint a gáz, vagy akár más energiaforrás. Tehát ez az ár magas, mondjam így. Tehát van, az nem igaz, hogy nincsen ekkörüli ár Romániában. Ennél magasabb nagyon kevés van, viszont az ekkörüliek azok mindenhol olyan rendszerekbe fejlesztődnek, ahol szó szerint 100%-ig gázzal vagy sokkal drágább üzemanyaggal fűtenek. A szolgáltató arra hivatkozva, hogy nincsen elfogadott ár az ők kérésük, az ők által előterjesztett ár nem lett elfogadva, hivatkozik a szerződés 23-as cikkeire, melynek alapján meglátása szerint egyoldalú szerződésbontást tud kivitelezni. Mi természetesen ezt máshogyan látjuk. A szolgáltató benyújtott a keresetét a bíróságra, amely keretén belül hivatkozva arra, hogy önkormányzat által el nem fogadott ár miatt bont egy oldalon a szerződést, a megfogalmazott követelései az több mint 25 millió euró. Tehát az egyoldalú szerződésbontás nem csak a fűtés miatt okoz gondot a városvezetésnek. A 25, más források szerint 27 millió eurós követelés hosszú időre ellehetetlenítené a város működését. Az önkormányzat részéről kiváltképpen most, hogy az új testület is összeállt, politikai akarat van arra, hogy ezt a szerződést megmentsük, és oly módon tudjuk továbbvinni, hogy minél kisebb kárt szenvedjen a város, vagy minél kevésbé tudjuk, vagy kerüljünk oda abba a helyzetbe, hogy anyagilag megterheljük a város költségvetését, hiszen a 20 milliók, esetleges 20 millió kifizetése olyan helyzetbe is tudja hozni a város, hogy fizetésképtelenné válik. Az én véleményem az volt, és most is az, hogy egy nagyon előnytelen szerződést köttek 2010-ben. Tehát előnytelen szerződést a városra nézve. Nagyon sok pont a vállalat érdekét nézi. És ebben a szerződésben van egy olyan tétel, hogy a vállalat kérhet 13 millió eurói kártérítést. Na most ezt ő tételesen ki is fejtette a mostani kártérítés kérelmébe, és el is ment eddig a határig. Úgyhogy valójában a 9 millió 800 ezer euró, a másfél millió euró, amit a GOSZA adósságának tekint, és egy előre kifizetett bér az, ami valójában ezt a 23 millió alkotja, plusz, ahogy mondtam, a kártérítés. Na most ez az érték óriási, tehát ez hihetetlenül nagy, de hogyha pillanatnyilag a papírokat nézzük, akkor az ISZTÁR, mint szolgáltató, tehát kérheti. Tehát a szerződés az egy törvény, tehát a felek között törvényerejű dokumentum, és ha ott elfogadták valamikor az akkori döntéshozók, hogy igenis kérhet 13 millió euróig, akkor ő kérhet, miért ne kérjen. Kártérítést mire kérne? Tehát kártérítést a befektetés sire kér, úgymond, tehát a meg nem térült hasznára elsősorban, mert azt is tartalmazza, hogy ő számolhat a vélt az elmúlt 20, tehát az elkövetkezendő 20 évben, bocsánat, 19 év van még hátra, az elkövetkezendő 19 év kimaradt hasznát is kérheti. Úgyhogy erre joga van, és itt van a probléma, ahogy mondtam, a szerződés, neki erre jogot ad. Tehát folyamatosan bíróságon vagyunk már több mint egy éve a szolgáltatóval. Folyamatosan tárgyaltunk is afelől, hogy hogyan lehetne ezt akár éppen kívüli megállapodásban lezárni ezt az ügyet, hiszen az önkormányzatnak két nagyon fontos célja van. Egyfelől fel szeretnénk oldani ezt az állandó feszültséget, ami a rendszer körül kialakult. A lakóknak is minél hamarabb tiszta vizet szeretnénk önteni a pohárba, és akkor elmondani és tisztán tájékoztatni, mire számíthatnak az elkövetkezőkben. Másfelől pedig meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb kártérítés igényt tudjanak érvényesíteni a bíróságon. A szerződés értelmében minden egyes költségét, hasznát is, meg a negatív, aktív, meg a passzív költségeit is mindent átvállalt annak idején a szerződés alapján. Viszont most a követelés szintje az ő számításaik értelmében valósult meg. Ezért én azt mondanám, hogy egy komoly elemzés és szakértői véleményezés kellene következzen, ami megállapítja azt, hogy az a igény, amit megfogalmazott az ISZTÁR most jelenleg a város felé, az valós-e és reális-e. A szerződésben csak annyi van lerögzítve, hogy milyen típusú beruházásokat kell elvégezzen. Körülbelül a szerződés alapaktái mellett volt egy korábbi önkormányzati döntéssel elfogadott
hatástanulmány, amely megbecsülte azt a beruházási értéket, amelyet el kell végezni a településen belül, és megvan jelölve egy olyan számítási mód, amely nagyon nehezen vagy többféleképpen értelmezhető, miszerint ki tudják számolni azt a késedelmi kamatot, vagy meg nem valósított jövedelmet, amelyel számol az ISZTÁR. Arról nem beszél, hogy ezt milyen módon és hogyan kell érvényesíteni, de ahogy minden jogi procedúrában lenni szokott, ez bírósági úton kell majd kimondja egy hatóság, hogy mennyi is az a jogosan követelt és kifizetésre javasolt érték, amelyet adott esetben az önkormányzatot terhelhetné. Az a, nem mondom, hogy szépsége, de az a biztos ebben az egész ügyben, hogy semmi nem biztos. Ez ugye a szolgáltató egyoldalú szerződésbontása, és eltökélt kivonulási szándékának körülményei között egyáltalán nem biztató. És aztán főként nem a szolgáltató alkalmazottai számára, akik már is készhez kapták az elbocsátó üzenetet, vagyis számolniuk kell azzal, hogy karácsony előtt munkanélküliekké válnak. Hát igen, az előzetes felszólítást kiadta az alkalmazottaknak, és abban az esetben, hogyha október 13-ától nem lesznek érvényes kötelezettsége arra, hogy tovább szolgáltasson, akkor elképzelhető, hogy elbocsátja az alkalmazottakat. Viszont ha ezt így fogja tenni, akkor meglátásunk szerint úgy fogja itt hagyni a rendszert, hangsúlyozom, hogy nincs kimondva a bíróság által jogosan bontott egy oldalon szerződést. A szolgáltató mostani nevén ISZTÁR, nem először és nem csak Gyergyószent Miklóson tette ezt. A magyarországi tőkéjű vállalat 2010-ben Marosvásárhelyen és Zilakon is elnyerte a távfőszolgáltatás jogát. Mindkét helyen szerződésbontást helyezett kilátásba, és hosszas pereskedés után a követelt összegnek bár egy részét behajthatta. Természetesen akár csak Vásárhelyen, Gyergyószent Miklóson is egy állandó idézőjelben és jó értelembe vett érdekellentét van a két fél között, hiszen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél kevesebb kártérítést tudjon érvényesíteni adott esetben a bíróságon a szolgáltató, pedig abban, hogy minél többet tudjon érvényesíteni. Tehát nagyon nehéz egy kalap alá hozni a megegyezést, viszont azt látjuk, hogy a korábbi tárgyalásokban is, hogy van nyitottság mindkét fél részéről ennek az ügynek a megoldására. A szolgáltató ISZTÁR természetesen más véleményen van. Gyergyószent Miklósi fiókjának vezetője nyilatkozni ugyan nem kívánt, de figyelmünkbe ajánlotta a lakosságnak, a fogyasztóknak is kiküldött tájékoztatót. A háromoldalas, román és magyar nyelvű levélben ez áll. Társaságunk és Gyergyószent Miklós város önkormányzata között folyamatban volt peres eljárásokban született döntések értelmében a társaság 2016. december 12. napjáig végezte távfőszolgáltatást Gyergyószent Miklóson. A város erre azért némileg felkészült. Az önkormányzat például határozatot fogadott el, hogy a sok bonyodalom és a kilátásban levő fizetéskötelezettség mellett visszavegye a hőszolgáltatást, amely annak idején nagy veszteséggel járt. A tavaly, amikor már elindult ez a Herce utca bíróságon, akkor elindítottunk egy olyan folyamatot, melynek keretén belül az önkormányzat alárendeltségébe szerettünk volna létrehozni egy olyan alegységet, külön jogi személyiséggel rendelkező, de a testület és az önkormányzat alárendeltségbe tartozó alegységet, amely azt a célt hivatott volna szolgálni, hogy abban az esetben, hogyha a szolgáltató itt hagyja a rendszert, mert hogy a tavaly is már ezen végigmentünk, akkor át tudjuk venni a szolgáltatást. Ezt viszont a prefektúra megtámadta, a bíróság pedig a határozat visszavonására kötelezte a Gyergyószent Miklósi önkormányzatot, mégpedig épp arra hivatkozva, hogy amíg érvényes szerződéssel szolgáltat egy cég, nem lehet újabbat létrehozni. Ám B-tervek is vannak. Egyelőre elméletben. Abban az esetben, hogyha a álláspontunk szerint, hogyha úgy megy el a szolgáltató, hogy a bíróság nem mondta ki a jogosságát az egyoldalú felmondásnak, akkor keresetet fogunk mi is megfogalmazni ellene. Egyszerűen csak azért, mert érvényben levő szerződés mellett hagyott itt egy közműrendszer. Tehát abban az esetben, ha bekövetkezik az a helyzet, amelyet mi el szeretnénk kerülni, és nem is látjuk teljesen a jogalapját annak, hogy ezt érvényesíteni tudná a szolgáltató, hogy egy nagyon értékű pénzt kelljen befizetni, vagy kifizetni a szolgáltatónak a különböző kártérítések címén, abban az esetben mindenképp a kormányhoz kell folyamodnunk, hiszen a helyi költségvetésben nem fogjuk tudni ezt megvalósítani. December 12-éig, két hét van még. A Gyergyószent Miklósi ISZTÁR magyarországi befektetőjét telefonon próbáltuk elérni. Azt szerettük volna megtudni, hogy van-e visszaút, lehetséges-e még valamiféle megegyezés. Szóban, telefonon nem kaptunk erre választ. Annyiban viszont
tudok tájékoztatást adni, hogy a társaság ugye nyilvánosan működő részvénytársaságként jogszabályban előírt formák között kommunikál, így a közleményeit megjelenteti a B-t, a Budapesti Értéktőzsde, a Magyar Nemzeti Bank a saját honlapján is. S valóban ott a közlemény. Ebből idézünk. A társaság számára sajnálatos, hogy bár december 12. napján át kell adnia a szolgáltatást, a város nem a szolgáltatás átvételén, a lakossági fűtés biztosításán dolgozik. És végezetül, a társaság itt sem tartja kizártnak, hogy az ügy végül nemzetközi bíróságon köt ki, és büntetőjogi eljárások is megindításra kerülnek. És akkor nézzük, mit mond a nagybetűs város, mit mondanak volt és jelenlegi városvezetők. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a fűtésszolgáltatás megfelelő légkörben és minőségben, illetve fenntartható módon történjen. Ez még egy hosszú rögös út, de attól az elképzeléstől sem zárkozunk el, sőt egyre inkább az körvonalazódik, hogy amennyiben megtaláljuk a törvényes keretrendszerét annak, akkor a szolgáltatást, az elvégzett beruházások még nem amortizálódott értékét átvennénk a szolgáltatástól, és mi önkormányzat vagy önkormányzat alárendeltségében levő gazdasági társasággal vinnénk tovább a szolgáltatást, és további fejlesztéseket is szeretnénk elvégezni a kogeneráló erőmű betelepítésével. A városnak egyetlen egy lehetősége volna, véleményem szerint, ahhoz, hogy ebből mondjuk olcsón kiszálljon, és a lehető legkevesebbet kelljen fizetni ezért, hogyha elindítsa a felelősségre vonást. Tehát valójában a szerződés felülvizsgálását törvényes úton, és hogyha bebizonyítható, hogy ezen a vonalon valakik nagyon komolyan tévedtek és szabályt törvényt szektek, akkor valójában a szerződés lehet semmisnek nyilvánítani, és a kártérítési kérelemtől el lehet, vagy kötelező majd eltekintsenek. Akkor, amikor ezt a licitet kiírták, lett volna esetleg más jelentkező is? Volt, három jelentkező volt, és a három jelentkező közül a legjobbat és a legalkalmasabbat választottuk. Bizonyára. Mi szurkolunk a gyergyóiaknak, hogy december 13-án se fázzanak, és hozzáférhető áron melegedhessenek mindig. És reméljük továbbá, hogy városaink fűtése és fejlődése nem hazai és nemzetközi végeérhetetlen pereskedések tárgya lesz, hanem az emberek akaratát és igényeit veszi majd figyelembe. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, heti krónikával jövő hétben jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is, viszontlátásra!